professzor asszony a bevezetében felmutatta ezeket a kiadványokat, amelyek az előző konferenciákon születtek. Ehhez kapcsolódóan szeretném jelezni azt, hogy főleg az első konferencia, de a többi konferencia anyaga is ma már gyakorlatilag mind a tudomány, mind a jogalkalmazó képviselő számára hivatkozási alapot szolgál. És például az egyik ügy, amelyen szemléltetni szeretném az elmúlt időszak meghatározó ítélkezési eredményeit, is több hivatkozást tartalmaz, éppen az első konferencia, a vállalkozói felelősség kérdései címmel tartott konferencia megalapításaira. Nos, onnan kezdeném, hogy ugye volt egy korszakhatár, nem tudom, hogy hívjuk, 1990-ben, aztán egy újabb korszakhatár 2010-ben. Kövér László, az országgyűlés elnöke két hete egy a parlamentben tartott bírói konferencián azt mondta, hogy 1990-ben a kommunizmus, 2010-ben pedig a posztkommunizmus zárult le. Minden esetre 2010-ben és 2010 után számtalan olyan gazdasági jellegű bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, amelyet az azt megelőző kormányzati parlamenti ciklus alatt követtek el kormányzati parlamenti tényezők. Ezek az ügyek lassan kimúlnak, és újak már nem is keletkeznek. 2010 óta már nincsenek ilyen jellegű bűncselekmények, hál' Istennek, mint korábban. Az állami vagyon hűtlen kezelése úgy tűnik megszűnt, és talán a hivatali visszérés is megszűnt, vagy megszűnőben van. Hál' Istennek újabbakkal nem találkozunk 2010 óta. Ezek a kimúlóban lévő ügyek azonban még nagyon hosszú időre gazdagíthatnak, hosszú időre szóló tapasztalatokkal gazdagíthatnak bennünket, és két ilyen ikonikus jellegű ügy zárult az elmúlt időszakban, és szeretném ezeknek a tapasztalatait összefoglalni. Hát már előre bocsátom, hogy nagyon sajnálom, hogy Belovics úr nem ért rá, és nem hallhatja azt, azokat a megállapításokat, amelyek ebben az ügyekben születtek, és persze az sem, amit például majd az előkészítőléssel kapcsolatban szeretnék én magam is elmondani, és lehet, hogy éppen a fonákját, mint amit Belovics úr mondott témakörben. Az első ügy, amivel foglalkozni szeretnék, az a nevezük úgy, hogy posta székház ügy volt. Tudjuk, a Krisztina palota található a Szél Kármán téren, gyönyörű épület. Már csak most mondom önöknek, hogy happy end mindig van, minden évnek a végén. A posta székház ügyében is, mert hogy jó kezekbe került a székház, Nemzeti Bank Alapítványának a kezében van, és gyönyörűen fel lesz újítva, és a köz javára fogják felhasználni a jövőben is. Nos, hát ebben a bizonyos posta székház ügyben ugye sajnos az lett a vége, hogy 6 vádlottja volt, és mind a 6 vádlottat a bűncselekmény elkövetés után 12 évvel sajnos, tehát mi Belovics úrra is rá tudunk tenni ezzel a 5 évvel, 10 évvel, 12 évvel idén áprilisban mind a 6 vádlottat végül is jogerősen a bűncselekmény hiányába mentették fel a hűtlen kezelés büntette miatt emelt vád alól. Ugye ennek az előzménye az volt, esetleg a számot megmondhatom, bizonyára ezek közé lesznek téve, legalábbis anonimizált formában. A Fővárosi Törvényszék 1693/13-as számú ügyében született ez az ítélet. A lényege az volt a történetet tekintően, hogy a 2000-es évek közepén készültek a posta liberalizációra, aminek ugye az a lényege, hogy a posta monopól helyzetét meg kellett szüntetni, és ebben a helyzetben koncepciót alakított ki a postának sajátos tulajdonosi struktúrája van, ugye az a lényege, hogy egy zárt körűen működő részvénytársaság kizárólagos állami tulajdonban van, egyébként pedig a GT szerint működik. Tehát a döntéseket egyrésztről a postának, mint részvénytársaságnak a vezetőtestületei hozták ebben az ügyben, úgy, mint az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság, de az érdemi döntéseket az állami vagyonkezelő szervezet hozta meg, ebben az ügyben is a legutóbb váltágyává lett téve. És mi képezte a vádat? Hát a vádat azt képezte,
hogy ez a fővárosi irányító szervezet, ami az egész postát működtette, az 4 helyen volt elhelyezve, és részben bérelt épületekben a bérlemény lezárt, és meg kellett oldani az új időszakhoz igazodóan az irányító szervezet elhelyezését. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy azt sem tudták, hogy hányan fognak dolgozni egy posta liberalizáció után, amelynek a prognosztizált időpontja 2009. január 1-e volt az uniós posta irányelv, 1-2-3 posta irányelv, mindenféle volt ott előírásai szerint. És hát végül is azzal számoltak akkor a 2000-es évek közepén, hogy a 3500 fő helyett kb. 1500 fő fog a továbbiakban dolgozni, tehát egészen más elhelyezési igényekre tervezték a posta központi irányító szervezetét. Aztán végül is megszülettek a döntések, a döntéseket meghozták szépen sorban igazgatóság, felügyelőbizottság, vagyonkezelő szervezet, és a döntés az a döntés született, hogy 2007 tavaszán, hogy egy 10 éves bérlem, el kellene adni azt, ami van, ingatlan, és több ingatlan, például a postaszékházat, és egy 10 éves bérleménnyel kell megoldani az elhelyezést. Ezt meg is történt, meghozták ezt a döntést. Ez 2007-ben volt, és aztán 2010-ben történt valami. 2010-ben az történt, hogy Balsai István úr feljelentést tett hűtlenkezelés miatt, és a következőt tartalmazta a feljelentés, az már nagyon fontos lenne. Egyrészt a székházat áron alul értékesítették. Kettő, az új bérelt irodaház kapcsán a bérleti díj irreálisan magas. A bérbeadó tulajdonképpen egy offshore cég volt, és tulajdonképpen mindennek az eredményeképpen, tehát egyrészt a Krisztina körülti székháznak a piaci érték alatti értékesítése folytán, másrészt a magas bérleti díjak folytán gyakorlatilag a postát hátrán érte. Megindult a nyomozás, ugye 2010-ben 3,5 évig nyomoztak az ügyben, és a nyomozás során tulajdonképpen a dokumentáción túl egyetlen egy érdemi bizonyítás folyt, egy ingatlan forgalmi szakértőt rendeltek ki, aki nyilat tudott először a székház értékére, másrészt a bérleti díj realitására vonatkozóan. Érdekes megjegyeznünk azt, hogy a nyomozóhatóság még azt megelőzően, hogy bárkit gyanúsítottként kihallgattak volna, a szakértő, az ingatlan forgalmi szakértő megállapításával kapcsolatban több kifogást tett, és aggályát fejezte ki a felügyeletet ellátó ügyészség irányába, és a vállalat irányításban is jártas könyv és közgazdás szakértő bevonásának szükségességét tartotta indokoltnak, arra vonatkozóan, hogy a Magyar Posta ingatlan vagyonán túl gazdaságilag indokolt volt a bérleménybe költözés, valamint arra, hogy ez miként befolyásolta a cég vagyoni helyzetét. Az ügyészség mindezt nem tartotta indokoltnak, és vázat emelt ebben az ügyben. És tulajdonképpen a vádnak a lényege az volt, itt kicsit más koncepcióba helyeztem már, mint ahogyan a feljelentést ismertettem önöknek. Ennek az volt a lényege, hogy akik előkészítették ezt az irodaház koncepciót, és három ember, az első, második és a harmadik vádlott, posta vezérigazgatója, vezérigazgató helyettes és ingatlan igazgatója, ők olyan alternatívákat dolgoztak ki a döntés előkészítése során, amely alternatívák jelentős fogyatékosságokban szenvedtek. Egyrészt olyan költség és bevétel kimutatásokat készítettek, amelyekben nem oda tartozó költségeket mutattak be, nem reális beruházási költségeket számoltak el, nem reális bérleményeket szerepeltettek, nem tértek ki a cég vagyonvesztésére, és összességében azt állapította meg a vádirat, hogy egyrésztről a saját tulajdon ingatlanoknak az értékesítése, másrésztről pedig bérelt irodaházban történő elhelyezése a szervezetnek
mindkettő a leggazdaságtalanabb, így fogalmazott a Valdirat, a leggazdaságtalanabb megoldás volt, és az egyik az a gyakorlatilag, hogyha saját ingatlant vásároltak volna, akkor az csak 2,5 milliárdos negatív eredménnyel járt volna, a bérlet az 6,5 milliárdos negatív eredménnyel járt, 10 év viszonylatában, figyelem, a 10 év az 17-ben járt volna le, ugye tudjuk már a vádemelés is 13-ban történt, 17-ben már majdnem, hogy megszületett az elsőfokú ítélet. Tehát a kettőnek a különbözősége az kb. 4 milliárd forint volt, és ez volt a vagyoni hátrány. Most itt jött az elsőfokú bíróság. Az elsőfokú bíróság az ítéletében jellemző 5 szakdolgozatnyi terjedelmű maga az ítélet is, és hát mindenek előtt az ügyész kifejezett ellenkezés ellenére úgy foglalt állást, hogy az eljárásban újabb ingatlanforgalmi és azon túl közgazdasági kérdésekben járó szakértő kirendelése szükséges, és az ítéletre hivatkozó dr. Sürpál úrnak a tanulmányára, az ütlenkezéses társadalmi című tanulmányra a vállalkozói felelősség kiadványból, amit egyébként nem innen ért el, hanem az internetről is elérhető, és a következőket idézte tőle. Azt mondta, hogy az ütlenkezelés szempontjából nem az lesz a mérvadó, hogy az adott gazdálkodási tevékenység körében milyen gondosságot várnánk el általában a vezető tisztségviselőtől, hanem az, hogy a vizsgált intézkedés a társaság érdekeinek elsődlegességét szolgálta el vagy sem. Figyelembe kell venni a cég gazdasági környezetét, üzleti filozófiáját, stb. Nem kizárt, hogy a jövőben gyakrabban kell igazságügyi közgazdasági szakértőt igénybe venni a hűtlen kezelések megítélésére. Hát ennek megfelelően járt el az elsőfokú bíróság is. Hát sajnálatos módon a bizonyítási eljárásnak az lett az eredménye, hogy azt a szakértőt, akinek a véleményét az egész ügyészi vád alapult, teljes mértékben a szakértők és a szakértő véleményét is kizárta az egész eljárásból, kb. 10 oldalon keresztül indokolta, hogy miért volt alkalmatlan az a szakértő vélemény, és az a szakértő arra, hogy a véleményére a bizonyítást lehessen alapozni. Végül is, mint minden eljárásban, csak hogy a bíróság gondolkodását lássák, hogy hogyan szenved egy bíró adott esetben az ügyben, az volt a kérdés, hogy ki mit bizonyít egy ilyen vádemelés követően a büntető eljárásban. Régi BL-ben vagyunk, és a régi BL-nek egy ilyen újszerű megfogalmazása volt már az, ugye, hogy egyrészt mindenkinek törekedik el a tényállás alapos és ilyen talán a valóságnak megfelelő tisztázására, azonban ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, megvizsgálására, ismerjük mindjárt. Nos, azt mondta a bíró ezzel kapcsolatban, hogy a szakértő bizonyítása lényegében ezen rendelkezés alapján kerül sor a bírósági eljárásban. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, figyelem, hogy a vád bizonyítása nem a bíróság dolga. A bíróságnak a dolga csak a tényállás felderítése és az abból történő jogi következtetések levonása. Hát így szenvedett a bíró. Tehát ő nem a vádat fogja bizonyítani, hanem a tényállás fogja felderítést megalapítani, mert azért viszont ő tartozik felelősséggel. Na most, hát hogyha már itt annyit beszélünk itt az előkészítő ülésről és az új BL rendelkezéseiről, akkor még belegondolni is megrázkódtató, hogyha az új BL szabályrendszerében egy ilyen nyomozást követően került volna sor az előkészítő ülés megtartására, és az ügyész azt mondja a vádlottaknak, most a vádlottakról még csak annyit hadd mondjak el, hogy akkor, amikor 2007-ben ezt a döntést meghozták, akkor az egész életük végén a postás, az hasonló, mint a vasutas, meg nem tudom ki másfajta, tehát egészen külön fajta, jó? És az egyik 60 éves volt,
akkor, a másik 58 éves volt, a harmadik 55 éves volt a postások közül. Az eljárás végén idén 72, 70 és 67 évesek voltak tisztelettel, jó? Tehát ilyen emberekről van szó, és hogyha egy ilyen nyomozás után ezek az emberek, akinek derékba törték az egész életük az a büntető eljárással, valaki azt mondja nekik az előkészítő ülésen, hogy hát, felfüggesztett szabadságvesztést kérünk, hogyha beismerik ezt a bűncselekményt. És ők egyébként nem jogászok, hanem ők egy szakmai döntést hoztak, próbáltak egy szakmai döntést hozni, és lehet, hogy még pár év után még el is hitték volna, hogy hát lehet, hogy nem voltak annyira megalapozottak azok az előkészítések, lehet, hogy mégis meg lehet fogni, a büntetőjoghoz nem értünk, próbáltunk jót csinálni, lehet, hogy nem jót csináltuk. Jó, tehát még belegondolni is rossz, hogyha mondjuk egy ilyen eljárás, egy tulajdonképpen nevezünk azzal, de azért itt az alkú működik az előkészítő eljárás során, egy felfüggesztett szabadságot, és ez nekem a jogerősen befejeződött volna. Hát tulajdonképpen időhiányában már még sok másról szeretnék mondani. Itt annyit összegzésként csak annyit mondani, hogy gyakorlatilag semmilyen vagyoni hátrány nem keletkezett, semmilyen a bíróság megállapítása szerint, mondom az ítélőtáblán másodfokon már jogerővel emelkedett mindez, tehát teljesen tiszta. Hat vádlott volt ugye három postai vezető és a vagyonkezelő három igazgatója, és egyértelműen azt alapította meg a bíróság az eljárása végén, hogy gyakorlatilag az irodaházi elhelyezés tárgyalán született döntés végeredménye megfelelt a gazdasági racionalitásnak. Hát ez volt az első ilyen ikonikus jellegű döntés. Igazából pont a lényeget nem tudtam ismertetni a bíróságnak a teljes körű jogi érvelését, de hát egy ilyen előadást nem akarok lényegét itt összefoglaljam, de remélem, hogy kellően felkelthettem az önök érdeklődését az irán, hogy elolvassák majd ezt a kíséretet is. Született egy másik döntés, aminek azután a gyakorlati jelentősége, a jövőbeni gyakorlat alakítása szempontjából még sokkal meghatározóbb lehet, és az a döntés pedig az Andrássy úti ingatlanok, az egyik ingatlan ügyben, a terézvárosi ingatlanok ügyében keletkezett, és a kúrián keletkezett ez a döntés. Ugye az történt, hogy volt két ingatlan, az egyik az Andrássy út 3, az a posta, épp a posta múzeumnak az épület, a Szent Klémet palota, a másik pedig az Oktogonnál lévő épület, és ennek az ügynek az értékesítése kapcsán 2004-es elkövetésről van szó, ez 2018-ban fejeződött be, hát ez csak 14 évig tartott, a másik 12 évig, de ugye még teljesen nem mosolynak a felülvizsgálati eljárások. Most ebben az ügyben Verók István volt a polgármester, ő volt az első rendű vádlott, ő nem érte túl a büntető eljárás közben, meghalt sajnos, az alpolgármester ő volt a második rendű vádlott, és az összes 3-tól 15-öt rendű vádottak pedig a képviselő testület tagjai, azok a tagok, akik igennel szavaztak az ingatlanok értékesítése mellett. Első fokon társadalmasként elköltött hűtlenkezelést állapítottak meg, másodfokon az ítélő táblának született egy jóki döntése, ezt a jóki döntést abszolút idézőjelbe gondolom egyébként, nehogy félreértesessék, és ő azt mondta, hogy hanyagkezelés, hanyaggondatlansággal valósult meg a hanyagkezelés, no pláne, és hát gyakorlatilag az összes képviselő megrovásban részesítette. És kettő képviselő jött oda a kúriára, és azt mondta, hogy hát egyebek mellett, hogy nem követtek el bűncselekményt, és sok egyéb mindent mondtak, meg előnyük egyebek. Nos, ebben az ügyben, hát most, ha kicsit fogalmazhatok így, nem stílusos, de mégis azt kell mondanom, hogy a kúria egy kicsit felszívta magát. És úgy döntött, hogy hát egyszer a helyére kellene tenni az ilyen testület keretében hozott döntésekkel kapcsolatos büntetőjogi kérdéseket, ki miért felelős, hogyan alakulnak a stádiumok, hogyan alakulnak az elkövetői alakzatok, és a többi, és a többi.
És aztán a kúria végül is, először elmondom a döntésnek a végét, utána pedig azokat a fő sarokpontokat, amelyek miatt meghatározónak tartom a kúria állnak ezt a döntést. A vége az volt, hogy hát kutya Fülip volt ott menetkezelés, bizony az összes képviselő esetőleg egy szándékkal valósította meg mind a kötelességszegést, mint pedig a vagyoni hátrány tekintetében az esetőleges szándékosságot alapítató meg. A helyes minősítés pedig pláne nem társtettesség, itt két mindenki maga szabad, ugye, hanem önálló tettesként elkövetett hűtlen kezelés lett volna valamennyi képviselő esetében. Hát azt nem tette hozzá, hogy sajnos az ügyész nem nyújtott be a terhükre kellő időben felvizsgált a indítvány, ehhez képest maradt a megrovást, de az látott, hogy nem lehet. Melyek azok a kérdések, amelyekben elvi jelentőségű döntés hozott a kúria, és egészen bizonyos, hogy hamarosan ez a döntése meg fog jelenni a számot azért elmondom, mert hamarosan elérhető lesz nyilván. Ez az 1310 per 2018-as számú ügyben hozott döntés, és 2019. április 4-én született, tehát nem túlságosan régi ugye ez az ügy. Az első, amivel foglalkozott a kúria, hogy melyek az állami önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásnak a legfontosabb szabályai, és gyakorlatilag arra is hivatkozott, hogy az állam vagyonával való gazdálkodás során érvényes 2000 éves európai norma az, hogy a közérdeke a legfőbb törvény, a Salus rei publicae suprema lex elve, amelynek a lényege a tartalmi betartása az ilyen vagyonfelett rendelkezni jogosult testületeknek a legmeghatározott kötelezettsége. Nagyon fontos az, hogy más a vagyonkezelés az állami önkormányzati vagyonkezelés esetén, és más a vállalkozói szférában. Más a rendeltetése a vagyonkezelésnek az egyik területen, és más a másik területen. És a közpénzzel, a közvagyonnal való gazdálkodás területén a gazdálkodás biztonságának a szempontja nem szorulhat az eredményességi elvárások mögé, nem lehet kiszolgáltatni szubjektív elvárásoknak úgy, mint a nem állami vagy a nem közvagyon területén. A következő kérdést, ez mi persze részletesen ki van fejtve, én csak a sarokpontokat szeretném ismertetni. A következő kérdés az, hogy a természetes személynek a személyes felelőssége hogyan alakulhat a testület keretében hozott döntések. Nagyon fontos hangsúlyozza, amit ugye úgy szoktunk mondani, hogy nullunk hime színe culpa, tehát a bűnfelelősségelvén alakuló személyes egyéni bűnfelelősségelvét, hogy gyakorlatilag az igen szavazatnak a leadása az, amelyben koncentrálódik egyrészt az elkövető magatartás, illetőleg amelyhez kapcsolódóan koncentrálni vizsgálnunk kell a bűnösségnek az elemeit. Nagyon fontos, hogy a testület a döntéseit a természetes személy tagjainak a szavazatával hozza. Egy testületi döntés tehát nem jöhet létre a tagok közreműködése nélkül, és ebből következik az, hogy a tagok a testületi döntés kialakítását jelentő szavazataikért felelősséggel tartoznak, és a felelősségük nem oldódhat fel, a személyes felelősségük nem oldódhat fel a testület döntésére. Hogy egyedüli vagy társas elkövetés történik az elműködés során, azt ugye mindig vizsgálni kell, de nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az esetben soha nem társas bűnelkövetői alakzat valósul meg, hogyha a testületben többen igennel szavaznak volna előterjesztés mellett, minden esetben önálló tettesség valósul meg, és ennek az alapja az, hogy maga az elkövetési magatartás, az igen szavazat és az igen szavazatért való felelősség az egy személyes felelősség és egy személyes kötelesség. Tehát soha nem annak a jelentősége, hogy éppen öten szavazunk, megegyezünk, hogy a frakció hogyan szavaz, de ki a vállalat adott esetben, hogy hogyan szavazunk adott esetben, hanem minden esetben a saját bőrönnek viszont illetve az igen szavazat és előadásával. A következő vizsgálódás arra irányult, hogy mi az, ami vagyonkezelői
kötelezettségszegésként, szabályszegésként értékelhető itt az állami önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás körében, és tulajdonképpen abból indult ki, hogy itt ugye, mint mondtam, más az árspolitikája a vagyonkezelésnek, mint a maga nem közvagyon esetében, hogy az értékgarancia elvének kell érvényesülnie, és a gazdálkodás biztonságát kell garantálni, és amennyiben ezek az elvek sérülnek, és ezeknek az elveknek a végrehajtását garantáló szabályok, a biztosítékok sérülnek, akkor már megállapítható a vagyonkezelői kötelezettség. Volt egy olyan hivatkozás is, hogy a képviselőket mentesség illeti meg a testületben leadott szavazataikért. Nagyon részletesen kifejtették az indítványozók ezt a kérdést, tehát egyfajta immunitásuk van. A kúria foglalkozott ezzel a kérdéssel is, és tévesnek ítélte meg ezt a hivatkozást. Kifejtette, hogy a önkormányzati képviselő nem felelőtlen, mert a felelősségre vonhatóságának korlátozottsága csak politikai természetű, és védelme csak a jogszerűen kifejtett tevékenysége keretében élvezhet. A felelősségre vonás korlátozhatósága azt jelenti, hogy a választópolgárok általi visszahívása kizárt, politikai felelőssége csak a választások során realizálódhat. Rossz, téves, de nem jogsértő döntéséért valóban nincs reményfelelőssége az önkormányzati képviselőnek, de van kárfelelőssége és van büntetőjogi felelőssége a képviselő megbízatása során elkövetett jogsértő magatartások miatt. Tehát alapvetően eltér a jogállása az országgyűlési képviselőnek a jogállásától. Foglalkozik a stádiumok kérdésével, ez sem volt még kidolgozva a magyar judikatúrában, és a következőket állapítja meg. Az elkövetés megkezdését a megállapítása szerint gyakorlatilag az igen szavazat leadása jelenti. Az igen szavazattal lép be tehát a tényállásba az elkövető, és aztán ezt követően mi történhet? Ha a szavazás során nem jön létre a határozathoz szükséges többség, vagy létrejön, de utóbb a határozat nem kerül végrehajtásra, akkor a cselekmény kísérleti fazban marad, de ez alkalmatlan kísérlet a kúria. Önmagában ez még egy alkalmatlan kísérlet a kúria álláspontja szerint. Ha kifogásolt döntést a végrehajtás előtt visszavonják, akkor az a cselekménytől való elállást jelent, függetlenül attól, hogy a visszavonás jelentő döntést milyen annyi összetételi testület hozza meg, tehát hogy az az önkormányzat, amelyik elfogadta, vagy netán már egy újra választott másik önkormányzat, vagy új alakult másik önkormányzat teszi ezt meg. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy az olyan kötelezettségszegések pedig, amelyek még nem nyitják meg egyébként az eredmény bekövetkezéséhez vezető okfolyamatot, azok pedig még ugye kísérletként sem értékelhetőek, hiába kötelezettségszegések, hanem legfőjebb az előkészület körébe tartoznak. Kifejti később másutta ez a határozat azt, hogy ugye az eredmény, az a kár bekövetkezésével, bocsánat, a vagyoni hátrány bekövetkezésével valósul meg, és a vagyoni hátrány bekövetkezése az pedig nem a szerződés, például egy ingatlan értékesítésre vonatkozó szerződés megkötésével történik meg, hanem ennek az ingatlan értékesítésre vonatkozó tulajdonjognak az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésével. Na most, és itt jön a legfontosabb érvelése, a bűnösségre vonatkozó érvelése a legfelső bíróság jogutódjaként eljáró kúriának, és azt mondja ki a kúria, hogy amikor ilyen körülmények között a versenyeztetésre vonatkozó törvényi előírások figyelmen kívül hagyásával igenlően szavaz egy képviselő, akkor egyidejűleg belenyugszik az áron alul történtesítés, értékesítés, azaz a vagyonvesztés lehetőségének a bekövetkezésében. Nem könnyelműen bízik annak az elmaradásában,
ilyenkor valójában megkérdőjelezi a kötelező törvényi szintű szabályozás kockázatokat kiküszöbölő hatásán, és ezáltal teljes mértékben magának veszi a döntés felelősségét. Hát végül is ez lett volna a lényege, itt is olyan szívesen, és annyit mondanék erről a határozatról, de tudom, hogy állandóan az idő szorításában vagyunk, de azt gondolom, hogy legalább ezeknek a gondolatoknak már a megjelölésével is alá tudtam támasztani azt, hogy itt egy korszakos jelentőségi döntésről van szó, amely reményeink szerint a kúria alapfeladatával összefüggésben alkalmas lehet az ítélkezési gyakorlat közös azonos mederbe terelésére, az egységes gyakorlat kialakításának előmozdítására. És hát akkor nézzük az egy éve hatályos B-et. Az egy éve hatályos B-et igazából az első, amit mondanék, hogy Tóth Mihály professzor úr azt mondta, hogy nehéz a mértéktartó értelmezés keretei között maradni. Én általában ennél tovább szoktam menni. Az én részemnek volt egy munkacím, amit ki sem merek mondani, de azt akkor mertem volna kimondani, amikor hozzáteszem azt, amit idézőjelbe ideírtam, filmek előtt van, hogy figyelem, a nyugalom megzavarás alkalmas kijelentések hangozhatnak el. Hát visszafogom magam, igyekszem. Minden esetben annyit azért mondanék, annyit, hogy egy félre sikerült alkotásról, vagy egy nem sikerült alkotásról van szó. Ezt mindenképpen előjáróan elmondanám, amiből egyértelműen az következik, hogy helyre kell tenni a B-et előbb-utóbb szükségképpen. Na most, a következő, hogy gyakorlatilag már a szerkezete sem, és ezt mondhatom ezt a szót, hogy normális a BL-nek. Hát mondták, 23 részből, figyelem, 23 részből áll a BL. Na most akkor, amikor az egyetemen megtanítjuk azt, hogy egy mű hogyan épül fel, ugye akkor tudjuk, hogy van rész, fejezet és cím, látjuk a BL-ben is, ugye, és hogy egy művel szemben támasztott legalapvetőbb követelmény az, hogy a szerkezete átlátható legyen, és ezzel a tartalma is. Mert hogyha a szerkezetét átlátjuk, akkor ezzel a lényeges tartalmakat, amelyeket a fejezetek hordoznak, és ugye el tudjuk megfelelően helyezni. Olyan nem fordulhat elő, hogy egy részben nincs fejezet. Most, akik kitűnek, már mind a gyakorlatban, szinte mindenki a gyakorlatban is dolgozik, vagy pedig hát a tudomány legkiemeltebb képviselője, és amikor ugye abból indultam ki, hogy ez a jogszabály a gyakorló jogásznak a legfontosabb jogszabály. Ha lehet mondani, én ezt a B-et mondanám a büntető jogász számára, nem a BTK-t, a B-et mondanám, de persze együtt a kettő, de a B a legfontosabb jogszabály, és elkalandoztam azon, hogy vajon azok, akik itt mindjárt alkalmazzuk nap mint nap, csak ezt lapozgatjuk, vagy csak ezt is lapozgatjuk, akkor vajon hányan volnánk itt ebben a teremben, akik ezt a 23 részt fel tudnánk sorolni ebből a törvényből. Hogy ennyire nem látjuk át. Én is tanítom most már két éve a bélyezés és éjjel-nappal. Hát bizony össze kellene szednie magát az emberek, hogy csak a részeit áttekintsenek a törvénynek. A következő maga a terjedelem a 878, ugye 72. szakasz az már nincs hatályban, 878 szakasz. Ez a 878 szakaszsal semmit nem mondtunk, hiszen vannak olyan szakaszok, amelyek több oldalasak. Figyelem, A per 4-es oldalból 12-es betűvel. Több oldalas szakaszok is vannak a bélyedben. Meggyőződésem, hogy áttekinthetetlen. Na most, a kicsit kemény, ezek formai szempontok persze. Annyit azért hozzátennék, hogyha 4-500 szakaszos lenne a BE, ezt a számot azért mertem kiejteni, mert körülbelül ennyit tartanék a lényeges tartalomnak, ami benne van, és az összes többit mellőzni tudnám belőle, ami bele sikeredett, jó, akkor is ez lenne a legnagyobb, a legterjedelmesebb, a legátfogóbb, a legösszetettebb, a legkomplexebb, és a legjobb szabály. Na most! A következőt, amit viszont kifejezetten állítottak, hogy számtalan, hát kimondom, amire van írva, hogy hemzseg legyen így
a szakmailag téves rendelkezésektől, és ami a legnagyobb gondja az, hogy a fogalomalkotása. Hát a fogalomalkotásra kifejezetten hadilában áll, rosszul határozza meg egyrészt a fogalmakat, másrészt pedig azokat nem érvényesíti következetesen. Legyen az előkészítő ülés. Az előkészítő ülésnek van egy fogalma. Bizonyára mindenki betéve tudja a fogalmát, én hadd idézzem fel, ez a 499. szakasz első bekezdésében található, ami úgy szól, hogy az előkészítő ülés a vádemelés után a tárgyalás előkészítése érdekében tartott. Ez az első, hogy a tárgyalás előkészítése érdekében tartják az előkészítő ülést. Majd ezzel gondolkodjuk el. A következő az, hogy egy nyilvános ülés. Valóban úgy gondoljuk? Ha úgy gondoljuk, akkor ezt vegyük komolyan, majd rátérek Belovics úrnak, hogy mit mondott arról, hogy hol van bizonyítás, hol nincs bizonyítás. Jó? Hogy mit jelent a BL rendszerében az, ha valaki ideírja a fogalomba, hogy ez nem tárgyalás, hanem ez egy nyilvános ülés. Amelyen a vádot és a védő a tárgyás megelőzően kifejtheti a váddal kapcsolatos álláspontját. Komolyan? Kifejtheti? A vádot és a védő a váddal kapcsolatos. Jó, majd ezzel megmondom, hogy mit tehet és mit nem tehet. Szerintem nem jó. És ezzel közreműködhet a büntetőeljárás további menetének az alakításában. Hát akkor működhet közre, ugye, a büntetőeljárás további menete, ha nem zárul le. De ennek az egész előkészítésnek ugye pont ez a lényege, hogy ha sikerül, akkor itt zárjuk le, hogy nincsen további menete, hanem itt ügydöntő határozatot hozunk. Ez önmagában, ez a fogalom, hogy úgy gondolom, hogy jelezheti azt, hogy bizony nagyon komoly gondok vannak, de hát most nem akarok nagy számokat mondani, de minden fogalommal nagyon komoly gondok van a BL-ben, még azért már néhányra ki fogok térni. Most jön a következő szakasz, mindjárt a 499. szakasz második bekezdése. Ugye itt arról van szó, hogyha a bíróság a vádirat kézbesítésétől számított 3 hónapon belül ugye előkészítő ülést tart, ezt mondja ki, a vádirat kézbesítésétől számított. Na most az egy alapvető jogintézménye ennek a BL-nek is, mint egy korábbinak, hogy a vádirat közlése. Ezt a terminus technikus használja egyébként a 2 szakaszsal megelőzően a vád a 497. szakaszban. Tehát a vádiratot közlik, és a közlés egyébként a törvény szerint is általában kézbesítés útján történik. De a jogintézmény maga a vádiratnak a közlése. Most ehhez képest a 499. szakasz második bekezdése nem azt tartalmazza, hogy a vádirat közlését számított 3 hónapon belül tart előkészítő ülést, hanem téves, nevezzük így jó szándékkal, téves terminológiával és téves fogalomalkotással a kézbesítésre számított 3 hónapon belül. Hát, üssek ánya, ez még csak legyen jó, de olvassuk hozzá a 3. bekezdését, akinek ott van a BL-je, hát az aztán igazából, amikor először olvastam és elkezdtem tanulni a BL-t, hát azt tartékoztam, de hát azon túl vagyok, jó? A 3. bekezdés pedig úgy szól, hogyha a védő a vádirat készhez vételétől számított, jó? Tehát nem a vádirat közlésétől, vagy nem a vádirat kézbesítésétől, hanem most már a 3. terminológiát alkalmazza ugyanarra a jogintézményre, gyakorlatilag ugyanazon a szakaszon belül, jó? De ezt még fokozza a 3. bekezdésben, azt mondja, hogy ha a védő a vádirat készhez vételétől számított 3 munkanapon belül indítványozza, a bíróság az előkészítő ülés határnapját a vádirat kézbesítésétől számított. Most nem a készhezvételtől, hanem a kézbesítésről számított. De egyik sem igaz, mert a vádirat közlésétől számított. Egy hónapon belüli időpontra tűzi ki. Tehát gyakorlatilag, hogyha az ember egy mondaton belül ezzel találkozik, ez elviszi a jogalkalmazónak az energiáját, mert gyakorlatilag meg kell fejtenie annak az egy mondatnak a tartalmát. Na most akkor eljutottunk a kedvencem, az egyik kedvencem, az sok van, ugye? Tehát gyakorlatilag olyan szabályozási technikát követ az új BL, amelynek folytán valamely rendelkezése csak további, és gyakran 3-4 rendelkezés egyidejű összeolvasásával fejthető meg. Mire kihalmozna a jogkereső a tartalmát, addigra nem tudja, hogy mit is keresett. Lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de néhányan azért látom, hogy helyesen ennek ebben. Jó? Ez kifejezetten sérti a normavilágosság követelményeit.
ezt kimerem jelenteni, hogy nem bánik egyenlően az eljárás résztvevőivel. Idézőjelben tettem a résztvevőt, tudom, hogy kik a résztvevők, jó? Tehát nem azokra a résztvevőkre gondoltam, akik ugye a résztvevőkre, hanem az ügyészséggel, a védelemmel és a bírósággal. Tehát egyes szakmákkal nem bánik egyenlően. Azt pedig, és ezt sajnálom, hogy nincs itt a legfőbb ügyész helyettes úr, az kifejezetten több okból, ez az egyik. Aztán jön utána majd a másik, meg a harmadik is, jó? De hogy az kifejezetten karikatúrába illik álláspontom szerint, amit az ügyész ügyészség terminológiájával végrehajtott, és külön tanulmányt érdemelne ez a kérdés, de azt ugye nem időszerűen a tanulmány, úgy gondolom, de természetesen nincs kétségem afelől, hogy ezt nem a kodifikátor találták ki, ezt a terminológiai megkülönböztetést. Na most azt azonban hangsúlyozom, hogy nagyon jól jellemzi az egész kodifikációnak az átpolitikáját az, ahogyan a vádat, mint jogintézményt kezeli, és ugye nem véletlenül hangzott el mindaz, amit a vádtanácsa, stb. Kapcsolatban a Berovics úr is elmondott. Gyakorlatilag, ahogyan a vádat, a vád megalapozottságát, a vád törvényességét kezeli, az egy külön politika ebben a BR-ben. És nem mi szeretnénk megvédeni ezt a vádat, nem a bíróság, sajnáljuk, hogy a ügyészséget így kezeli, és a törvényhozó. De amit viszont szóvá szeretnék tenni, hogy maga a vád ejtése terminológia, az viszont hülyen tükrözi azt a szemléletet, ahogyan a törvény magát, a vádat kezeli. Az a határozott álláspontom, akkor legyen személyes, jó, hogy a vádemelés a büntetőeljárásnak a legmeghatározóbb aktus, az eljárás. Persze a végén az ítélet van, nem követjük össze a dolgokat, de magának az eljárásnak az a legmeghatározóbb aktus, minden meghatározó. És a vádat, ahogyan egyik kedves tanácsának kollégám is mondja és mutatja, a legnagyobb tisztelettel a vádat azt megemeli. Az egész egy más minőségbe kerül, az egész eljárás egy vádemeléssel, és aki a vádat ejti, az a vádat semmibe veszi. Ez az egész megfogalmazás vissza az a vádemelés törvényhozó értékelésére. Ide tettem magamnak, ide tettem. Ha már ejti, akkor miért nem dobta? Világos lett volna. Aztán eldönti, hogy hova dobta. Jó? Megalázónak tartom a vád ejtés a terminológiáját, és egyébként azt, hogy egy 100 éves terminológiát, több mint 100 éves a Biblia óta, ugye, hogy így kezel egy törvényhozó. Na most, a vádelejtésről jut eszembe, és az adta az ötletet, hogy tulajdonképpen több ponton alkotmányellenes rendelkezésekbe botolhatunk, meggyőződésem szerint kifejezetten alkotmányellenes rendelkezésekbe botolhatunk. Hát az első, ami az első olvasásra, ez nekem mindig bökte a csőrömet, most elnézést kérek, de én 26 évig ügyész voltam, tehát nagyjából tudom, hogy vagy van egyfajta elképzelésem arról, hogy hogyan is működhet, vagy hogyan is működik az ügyészség. Na most, hogyan határozhatja meg bárki a BR-ben az ügyész számára, hogy mikor ejtheti el az ügyész a vádat? Kedves kollégám. Az ügyész kodifikátorok itt meggyőződésem szerint összekeverték a legfőbb ügyész utasítását a BR-vel. Már önmagában új korszak beköszöntét jelentette az ügyészi szervezetben, hogy a legfőbb ügyész általános normatív utasításban egyáltalán meghatározta az ügyészek számára, az ügyészek, nem az ügyészségek számára, tévedés ne esik, az ügyészek számára, hogy egyáltalán mikor ejtheti el a vádat. Ez az egész szabályozás kétségtelenül az ügyészet iránti vezetői bizalom egy meghatározott szintjét tükrözi. Az ügyész közvádlói monopóliuma azonban ilyen módon, tehát törvénnyel nem korlátozható, mert ellentétes a jogintézmény lényegével és az ügyész közvádlói funkciójának önálló gyakorlásával. Abban a kérdésben, hogy az ügyész elejti-e a vádat, kizárólag az ügyész, ideértve értem szerint a felettes ügyészről is van a legfőbb ügyész dönthet, erre kapott fel hatalmazást. Ügyészség nem tud dönteni persze. Hasonlóképpen van egy kedvenc rendelkezésem, az a hatályba léphető rendelkezések között, amelyet szintén kifejezetten alaptörvényellenesnek tartom. Ez a 870. szakasz harmadik bekezdése, ami arról szól,
hogy a korábbi jogszabály alapján effektíve előterjesztett, tehát benyújtott panasz, felügyiratindítvány, fellebbezés, egyéb indítvány elbírálását, egy törvény hatályba lépése után a nyomozó hatóság, az ügyészség, bíróság mellőzi, és erről az előterjesztőt tájékoztatja, ha a törvény alapján nincs helye panasz, felügyiratindítvány, fellebbezés, egyéb indítvány előterjesztésének, az EMAK címzettje, a törvény alapján nem jogosult az előterjesztésre. Tehát arról van szó, hogy van egy törvény, ami engedi, hogy benyújtsanak panasz, fellebbezést, indítvány, stb. Ő élt vele, valaki élt, előterjesztette, és ezután azt a jogot, amit egy törvény megadott neki, és amivel élt, egy másik törvény elveszi. Erre mondják azt, hogy az Úr adta, az Úr elvette. Kedves kollégák, alkotmánybíróság előtt van az eljárás, jó? Nem tudni, hogy az alkotmánybíróság mit fog ezzel kapcsolatban dönteni, de ne legyen kétségünk, hogyha netán az alkotmánybíróság. Egyébként azt hozzáteszem, hogy abszolút alkotmánysértő az alkotmánybíróság korábbi gyakorlata szerint. Tehát erre több döntés van a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatban. Most is ide döntési érdemben van az alkotmánybíróság, nem is akármilyen ügyben, de nem is akármilyen védői vagy ügyvédi képviselettel, úgyhogy abban a nem várt esetben, ha ez az alkotmányjogi panasz Magyarországon nem vezetne eredményre, nem lesz vége ennek a kérdésnek, tovább fog menni. Ez egy lehetetlen helyzet. Ennyi nagy gondolkodásról igazán ne lehetett volna várni, hogyha már bejelentette, akkor legalább az átmeneti időszakban azokat bírálják el. Ezt kifejezetten alkotmányellenesnek tartom. Na most aztán végül is arra a következtetésre jutottam, hogy azt annyit állítok, hogy félre sikeredett ez a törvény, korrekcióra szorul, ezt úgy gondolom, hogy ez egy megengedhető kritika, és talán nem sérti a célszerű és a méltányos értelmezésnek a szabályait. Hát itt jutottunk el az előkészítő ülésnek a lényegéhez, azért azt hadd mondjam el, hogy a kúria az ország bíróságainak, tehát a kúria egyrészt, másrészt az összes kollégium vezető az országból már háromszor tanácskozott az előkészítő ülésről is, több napos tanácskozásokon. Megpróbáltuk megfejteni azt, hogy mik ezeknek a rendelkezéseknek a lényeges tartalma. Ahányszor eljutottunk, annyiszor jutottunk eltérő eredményre. Egyesek sikernek, mások kudarcnak tartják azt, hogy életfogyti tartó szabadságvesztést adnak ki előkészítő ülésen. Bocsánat az megfogalmazásért, meglengetve az, hogy lehet az tényleges életfogytig is. És nem tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést adtak ki. Egyes helyeken sajátos egyességként kezeltek az elhangzott mind a két korábbi előadónak az előadásában is. Ami viszont tény, azt talán senki nem mutatja, hogy tovább növeli az inkvizitórius nyomozás eddig is kétségtelen túlsúlyát, és a bíróságot olyan szerepbe kényszeríti, vagy csábítja, amely a bírói szereppel, az önálló és közvetlen észlelésen alkoló ítéletalkotással ellentétes. És én nem vettem részt koncepciós ügyek elbírálásában, hál' Istennek. De én már láttam olyat, hogy a nyomozáson előtt tökéletesen egybecsülés, és a vádlott is beismeri a vádat. És nem ő követte el a bűncselekményt. Tud még mondani konkrét ügyeket? Nem egyet, ügyeket. Na most, az első kérdés, ugye, amit tisztáznunk kell, az, hogy Belovics úrat idézném ezzel kapcsolatban. Ő azt mondta ki, hogy az nem helyes, ha a normaszöveget minden kritika nélkül elfogadjuk. Ezt a tárgyalással kapcsolatban mondta, és azt mondta, hogy bizonyítások a tárgyaláson lehetséges, és úgy hangzik el a kérdés, hogy most az előkészítős a tárgyalás, van-e bizonyítás előkészítőlésen, vagy nincsen bizonyítás előkészítőlésen. Nos, hát ezzel kapcsolatban még annyit is mondott, hogy egyes bíróságok azt mondják, hogy csak nyilatkozatot tehet, tehát vannak ilyen bíróságok. Hát igen, a kúria is azt mondja, hogy csak nyilatkozatot tehet.
tudnélik, arról van szó, hogy egymással ellentétes rendelkezéseket tartalmaz. Itt is a bélye. Az egyik, amikor azt mondja ki, hogy a 30. fejezet szerint kihallgatja. Hát ez senkinek nincs kétsége afelől, hogy a kihallgatás ugye a bizonyítás, a tervet hallomás a bizonyítás az eszköze, a tervet kihallgatás a bizonyítás felvételét lehetséges, és tárgyalás és bizonyítás felvételére a BL szerint csak tárgyaláson van lehetőség. Mert azt mondja ki, hogy az előkészítő ülésen nincsen bizonyítás. Na most azt mondja az ügyészségnek, ez a határozott álláspontja, hogy tehát ide bele van írva a törvénybe, igen, hogy bizonyítást kell lefolytatni, és ki kell hallgatni a tárgyalást, és leadták, kiadták az ország ügyészségeinek, hogyha az a bíró nem hallgatná ki, nem kísérelné meg a tervnek a kihallgatását, akkor igenis az ügyész pótolja a bíróságnak ezt a mulasztását, és a kérdéseivel tegye lehetővé a tervnek a kihallgatását. Nem megoldható. A BL ellentétes rendelkezésnek a feloldására nem alkalmas az ítélkezési gyakorlat. Persze, mert az ítélkezési gyakorlat egyik helyen így értelmezik, más helyen úgy értelmezik, hatalmas a jogbiztonság bizonyára. Eszembe jutott valami, de nem lehet összekeverni a dolgokat. Eszembe jutott a halálbüntetés eltörléséről szóló 23.90-es AB határozat, amely olyan körülmények között született, amikor a különböző időszakban alkotmányban bekerült rendelkezések, az egyik a 8. szakasz, a másik 54. szakasz, egymással nem voltak kompatibilisek. Ellentétes rendelkezések voltak, és azt kellett eldönteni az Alkotmánybíróságnak, amikor ebben a kérdésben döntött, hogy ellentétes rendelkezések esetén megteheti-e azt, hogy hoz valamilyen döntést, vagy nem hoz. És egyetlen egy bíró azért akkor is volt, aki azt nem akar mondani, kicsoda volt, aki különbözően fogalmazott meg, és azt mondta ki, hogy az ellentétes rendelkezések feloldására az Alkotmánybíróságnak nincsen jogköre. Nem ez a döntés született, tudjuk, hanem eltörölték a halálbüntetést. Most kicsit hasonló szituációt látok, ha mindenki halatlaná teszi, hogy egymást kizáró rendelkezések vannak ebben az egy jogintézményen belül is, jó? Amelyek a BL alapintézményeit sértik, figyelem, ezek alapintézmények, hogy bizonyítás csak a tárgyaláson van, és a nyilvánosülésen pedig nincsen bizonyítás. És egyébként nem is akar bizonyítani, nem is akar senki se bizonyítani a nyilvánosülésen és az előkészítő ülésen. Azt hadd mondjam el, hogy miért van ez beleírva, ezt el kellene dönteni. Én sokat beszélgettem a kodifikátorokkal, akiket nagyon szeretek és nagyon tisztelek, és a legközelebb kollégáimnak tartom, és nagyon-nagyon jó személyes baráti kapcsolatban vagyok velük. És ők jönnek és panaszkodnak, hogy hát ők nem így akarták, ők tényleg azt akarják, hogy legyen valami kis bizonyítás. Azt akarják, amit az ügyészség akar, ők őszintén gondolják, és nem jó, ahogyan a bíróság értelmezi ezt a jogintézményt. És hát én mondtam nekik, hogy hát ne legyenek szívbajosak, a mi jogalkalmazott vagyunk, meg kell mondani, hogy legyen, csak találják meg a kompatibilis formát. Én ajánlottam nekik, nem kell ragaszkodni az előkészítő üléshez, jó? Hanem bele lehet vinni tárgyalásba, lehet perfelvételi tárgyalást tartani. És a perfelvételi tárgyalás nem az a tárgyalás, hanem mint a másik tárgyalás, és akkor mindjárt megoldott lenne az a kérdés is, hogy bizonyítás van, és az a kérdés is, hogy csonka bizonyítás van, amennyiben a bíróság is megegyezik ezzel. Én csak azt szeretném mondani, hogy nem lehet erőből eldönteni ezeket a kérdéseket, mint ahogyan itt elhangzott például Darovics úrnak a megfogalmazásával is. Nem lehet. Én arról lettem híres az első értekezleten, hogy a büntető kollégium vezető kétekezletén, hogy a Molnár Gábor arra biztatja a bírákat, hogy szegjék meg a bírát. És aztán mondtam nekik, hogy ez az egyetlen lehetséges megoldás, mert vagy az egyiket hajtunk végre, vagy az azzal ellentétes másik rendelkezését. Tehát nem tudok kikerülni a megsértést, csak az a kérdés, hogy valaki felmerje vállalni azt, hogy hát Darovics úr ezt adta elő, hogy nyugodtan bizonyítsunk, és az előkészítő ülésen lehet bizonyítani. És nem igaz, és tegyük félre azt a rendelkezést, hogy bizonyítsák csak tárgyaláson történik. Így is meg lehet oldani a kérdéseket, tehát én őszintén remélem azt, hogy
kellően kiérlelt törvénymódosító javaslat esetén, amikor ezeket az észrevételeket, amelyekben azt kifogásolja a szakma és a tudomány, hogy egymást kizáró rendelkezések vannak a BL-ben, amelyek kizárják a jogintézményeknek a valódi tartalmat, a régi alkalmazását, hogy azokat tegyük a helyére. Hát nagyon sok mindennel szerettem volna még foglalkozni, de nyilvánvalóan az időm a vége felé közeledik. Azt kell mondanom önöknek, hogy remélem, hogy azok az értelmezések, amelyeket az előkészítő üléssel kapcsolatban megfogalmaztunk a kúria, a kollégium vezetői értekezetén, és mindegyik szakaszhoz 5-6-7-8 kérdésben fogalmaztunk a javaslatokat, tehát ezeket most időhiányában nem tudom elmondani önöknek, de hogy ezek előbb-utóbb egyrésztről rávilágítanak azokra a sarokpontokra, amelyek mindenképpen módosítást igényelnek, és azokban a kérdésekben pedig, amelyek nem igénylik a törvény módosítását, de az újszerű jogintézmények egységes alkalmazás érdekében azoknak az értelmezését igénylik, ezek az értelmezések is megszülethetnek a közeli jövőben. További szép sok műsítőket kívánok. Köszönöm, hogy megtaláltam.